Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Megmondom őszintén, hogy a várakozásokhoz képest sokkal érdekesebben, izgalmasabban alakul ez a vita. Ugyanis arra lettem figyelmes, hogy az MSZP és a DK között a szociáldemokrata munkaverseny frontján egy rendkívül éles, már-már öldöklő küzdelem kezd kibontakozni, és arra is felhívnám mindenkinek a szíves figyelmét, hogy egy politika történeti kuriózumnak lehettünk nem túl régen személyes fültanúi, ugyanis Leonardo DiCaprio után Fekete Győrömrás a másik nagy visszatérő. Ő mondott egy székvisszafoglaló beszédet, látható azért a Momentum a Lilákon belül is nagyon éles küzdelem bontakozik ki. Lehet, hogy Fekete Győrömrás elérkezettek látta az időt a főnöki szék visszaszerzésére, és hát miután Gelencsi a frakcióvezető úr tegnap egy kommunikációs napalmbombát dobott le saját magára, így valljuk be őszintén, hogy Fekete Győr Andrásnak nincs is túl nehéz dolga. Na de ezen politika történeti kuriózum jegyzőkönyv mondása után hadd térjek rá az érdemi hozzászólásra, ugyanis kétségkül vannak kifejezetten támogatható részei ennek a javaslatnak. A teljesség igényének egy példát, egy konkrét példát hogy mondjak, a büntetlen előélet ellenőrzésének leegyszerűsítése is ebbe a sorba tartozik, fontos is, tehát nem egy felesleges adminisztrációról beszélünk, és ennek a leegyszerűsítése az kifejezetten üdvözlendő. A tűzvédelmi szabályzat kapcsán azonban, hogy egy másik típusú rendelkezésről is beszéljek, már kicsit óvatosabbnak kellene lenni. Én magam nem tudom megbecsülni, hogy a bérlemények esetében hány olyan lehet, vagy milyen százalékban, milyen arányban lehetnek olyan építmények, vagy olyan bérbeadott ingatlanok, ahol már eleve adott a tűzvédelmi szabályzat, és az a bérlőt, a használót mentesíti, tehát tényleges könnyítés jelent számára. És mennyi olyan van, ahol eleve már egyébként a bérbeadó sem rendelkezik ilyennél. Gyanítom, hogy ez van többségben, tehát hogy ennek tényleges hatása, azon kívül, hogy jól hangzik, van-e, azt azért érdemes lenne valamilyen módon az igazságügyi minisztériumnak kell ellenőriznie. Vannak ugyanakkor valóban kifejezetten veszélyes részek is, tehát nem jó, hogyha a kés túlszalad ebbe az irányba sem, tehát ilyen jellegű túlzásokba sem kell esni. Hiszen például nagyobb állami beruházások esetében, akár például vízkár elhárítási célú létesítmények esetében azért mondjuk közmeghallgatást a véletekig leegyszerűsíteni pont nem szerencsés. És itt egyet kell értsek az egyik előttem felszólalóval, akár az önkormányzatok által szervezett, nevezzük így közmeghallgatások leegyszerűsítése gyakorlatilag kiüresítéssel egyenlő vagy kiürisítéshez közeli leegyszerűsítése sem kívánatos, hiszen a társadalomban így is rendkívül erős, tisztelet a kivételnek, a közöny, az érdektelenség. A legkülönbözőbb település típusokban is azt látjuk, a nagyvárosoktól a legkisebb falvakig, hogy nem nagyon érdeklik az embereket a közügyek, nem érdekli az embereket a közélet. Éppen motiválni kellene őket a tekintetben, hogy egy egyszerű, általános évente legalább egyszer megtartandó közmeghallgatáson részt vegyenek, és mondjuk olyan létesítmények, mondjuk egy vízkár elhárítási célú létesítmény építésekor, vagy bármilyen nagyobb beruházás esetén, amely évtizedekre, vagy akár egy évszázadra meghatározhatja a településük jövőjét, vagy a település környezetét, pedig kifejezetten motiválni kellene őket arra, hogy megjelenjenek és elmondják a véleményüket, és adott esetben a jobbító szándékú javaslataikat. Mindezek után, mielőtt itt az akkumulátorgyárak kérdéskörére rátérnék, azért mondanék önöknek néhány olyan javaslatot, ami viszont teljes mértékben kimaradt ebből a csomagból. Nagyon bízom abban, hogy akár második vagy harmadik körben visszahoznak még ilyen nem csak jogtechnikai, hanem valódi deregulációt jelentő és valódi egyszerűsítést eredményező javaslatokat is. Az egyik ilyen a termőföldek, régi veszőparipán a termőföldek adásvételével kapcsolatos szabályrendszer. Valóban történt némi egyszerűsítés, július 1-e óta ugye 60 nap helyett 30 napra csökkent az adásvételi szerződések, vagy bármilyen más tulajdonjog átruházással járó szerződés kifüggesztésének az ideje, az időtartama. Azonban miután ez a kifüggesztés megtörténik, olyan bonyolult adminisztrációs folyamat indul el, hogy gyakorlatilag 5 átlagos általános esetben 5-6 hónap, mire a termőföld vevőjének a tulajdonjogát bejegyzi.
és hogyha a legkisebb komplikáció felmerül, akkor ez inkább a 6 és 12 hónap közötti sávba tolódik el. Márpedig azért ez a magyar vidék az agrárium szempontjából egy nagyon fontos kérdéskör, hogy a magyar termőföld magyar kézben való megtartása szempontja mellett, tehát nyilván ebből nem engedve, egyszerűsítsük a folyamatokat, ugyanis miután a kifüggesztés megtörténik, a gyakorlatban a megyei kormányhivatal, földhivatal osztálya, vagyis a megyei földhivatal, az agrárkamara, a falugazdász és a föld, a termőföld vekvése szerinti ingatlanügyi hatóság négyszögében pattognak az iratok. Némelyik előbb felsorolt hatóságot vagy szervezeti egységet egynél több alkalommal is érintve. Ezzel kapcsolatban is szeretném, hogyha is javasolnám, hogy az agrártárcával összeülve mielőbb dolgozzanak ki egy valódi egyszerűsítést célzó javaslatot. Aztán engedjék meg, hogy részben a tegnapi napirend előtti felszólalásomat kiegészítve egy nagyon fontos kérdéskörre a villamos hálózat fejlesztésének, illetőleg a napelemes háztartási napelemes rendszerek elterjedés elősegítésének céljából, vagy ezt kapcsolatban fogalmaznak meg néhány javaslatot. Nem tudom, hogy önök közül szembesültek az elmúlt egy vagy két esztendőben azzal, hogy Magyarországon természetes személyek, családi házas ingatlanok esetében villamos hálózat fejlesztés milyen hihetetlen, már leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Sok esetben a fejlesztés irányát a légvezeték helyett a földkábeles fejlesztés jelenti, és hogyha az igazságügyi minisztérium elmerülne abban, lenne szíves elmerülni ennek a részleteiben, hogy hány hatósághoz, régebbi kifejezésével szakhatósághoz kell fordulnia az egyszerű magyar választópolgárnak, állampolgárnak annak érdekében, hogy az nemzetstratégiai szempontból is kiemelkedő fontosságú villamos hálózatot egyes utcaszakaszokon, vagy több utcában, vagy településrészeken sikerüljön fejleszteni, esetleg többet magával, akkor elképednének. Mondják meg nekem, hogy attól lesz jobb a rendszer, hogy adott esetben, megint mondom, családi házas földkábeles fejlesztésnél a Honvédelmi Minisztérium hatósági főosztályát kell megkeresni, ha éppen a közelben van állami érintettségi terület. Vagy meg kell keresni a környezetvédelmi hatóságot, meg kell keresni Natura 2000 ügyben és sok más egyéb kérdésben. És egyes esetekben nem csak az engedélyezési, hanem az kivitelezési szakaszban is duplikálják ezt az ügyintézést. Ezzel kapcsolatban nagyon erős hiányérzetem van, hiszen semmit, lehet, hogy az én látásommal van baj, bár nem hiszem, semmit nem látok egyszerűsítés címén ebben a javaslatban. Azért hozom ide a villamos hálózat fejlesztést, mert ha komolyan gondolják önök, hogy az orosz gázról, meg általában a földgázról le akarunk válni, akkor kulcskérdés az, hogy akár ipari méretekben, üzemméretekben, akár a természetes személyek szintje, magánszemélyek, a családi házak, a lakások szintjén, hogyan tudjuk fejleszteni a villamos hálózatot, hiszen nem nagyon van más lehetőség is. Itt nem csak a közelgő tér miatt a fűtésre gondolok, hanem általában az elektromos hálózat korszerűsítésére, amely rögtön átvisz minket abban a napelemes témakörbe, ahol az elmúlt hetekben ez egy nagyon komoly turbulencia alakult ki, és itt is vannak olyan igazgatási jellegű teendők, amelynek az egyszerűsítésének a nyomát sem látom ebben a javaslatban. És tegnap nem volt időm kifejteni, de hadd hívjam fel önöknek a szíves figyelmét arra, hogy azon felül, hogy ez egy aktuális kérdés, hogy a közgondolkodás vagy a közbeszéd részét, fontos részét képezi most is szeptember vége felé haladva is. Másrészt több százezer ingatlan érintett. És hogyha átlagosan 4 főt veszünk ingatlanonként alapul, akkor nem túlzás, hogy közel 1 milliónyi honfitársunk, vagy 500 000 és 1 millió közötti honfitársunk érintett ebben a kérdésben. És hiába hozott végül a minisztérium, eddig úgy tűnik, hogy egy jó döntést azzal, hogy 2026. január 1-ig, vagy mindegy 2025. december 31-ig meghosszabbította a kivitelezés lehetőségét, és ezzel jóval több, mint 100 000 új kérelmezőnek, akik tavaly októbertől idén szeptember 7-ig beadták a kérelmeiket, biztosít lehetőséget, hogyha igazgatási, igazságügyi minisztériumi oldalról nem tesznek könnyítéseket, és nem végeznek el egy egyértelmű szabályozást, akkor semmit nem fog érni, mert ez a 28 hónapos határidő gyakorlatilag 12 hónapot jelent.
ugyanis bejelent a minisztérium valamit, amely kommunikációs terméknek, politikai terméknek tűnik, de ha például az állam működésének leegyszerűsítéséről szóló javaslatcsomagba, salátába nem göngyölik bele, akkor gyakorlatilag a kiadott engedélyek egy érvényesség ideje jelen szabályok szerint egy év múlva lejár, és nem 28 hónapja, hanem legfeljebb 12 hónapja van, több mint 100 ezer, de az is lehet, hogy 200 ezer körüli háztartásnak, hogy éljen 10 évig az éves elszámolás, az éves szaldó lehetőségével. Erre nem lehet azt, hogy ez piszticsári, jelentéktelen, marginális, 28-ad rangú ügytípus. Még éppen időben vagyunk, éppen azért nagyon remélem, hogy igyekeznek erre figyelmet fordítani, és persze ez részben az nagyobb részben mondhatjuk, hogy az Energiaügyi Minisztérium hatásköre, és ezzel a félmondattal le is passzolhatják ezt az egészet, de itt azért, ahogy az előbb átfedést éreztem az Agrárminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium feladatai között, úgy itt átfedést érzek az Energiaügyi Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium feladatai között. Annak a részét, amivel bele sem akarok menni, hogy még milyen egyéb egyszerűsítések lenne szükség, a legfontosabb az lenne, hogy jogszabályban rögzítenék, hogy valamennyi olyan háztartási, napelemes rendszer engedélyezésére beadott kérelem, alapján kiadott engedélynek az érvényesség ideje 2025. december 31-ig tart. 100 000-nyi eljárást tudunk leegyszerűsíteni, hiszen ha itt most arra kényszerítik az embereket, hogy kérelmezzenek, ügyintézzenek, akkor több százezeres mennyiségben, több százezer oldalnyi mennyiségben gyártunk teljesen felesleges papírokat egy olyan ügyben, amit önök a törvény vagy a törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály erejénél fogva egy egyszerű néhány soros rendelkezéssel meg tudnának oldani. Úgyhogy erre nyomatékosan szeretném felhívni államtitkár úr figyelmét is. Ami pedig itt többek által is hivatkozott módon az akkumulátorgyárak kérdését érinti, itt valóban komoly veszélyek mutatkoznak, és úgy tűnik, hogy önök abban a leegyszerűsítő vagy egyszerűsítési lázban azért megint összekeverik a kifejezetten kívánatos és általam is dicsért és elismert egyszerűsítési formákat azokkal, amelyekre egyébként semmi szükség nincsen, hiszen tegyünk már különbséget a között, hogy mondjuk a magyar kis- és középvállalkozó életét egyszerűsítjük, az adóügyi igazgatástól kezdve számos más egyéb területtel bezárólag, vagy azoknak a multiknak a működését segítjük, adott esetben törvénytelen irányba, akik amúgy pedig bőven el vannak látva a humán erőforrásra, bőven van tőkéjük, bőven van pénzük ahhoz, hogy tolmácsokat fizessenek meg, bőven van idejük ahhoz, hogy normális munkavédelmi oktatásokat tartsanak, és az azért is fontos lenne, hiszen például egy akkumulátorgyárban dolgozó magyar, vagy éppen harmadik világból érkezett munkás nem csak a saját életét, egészségét, testépségét veszélyezteti egy-egy súlyos hibával, vagy veszélyezteti a munkáltatót, hogy azáltal, hogy nem bocsát a rendelkezésére megfelelő oktatásanyagot, eszközöket, berendezéseket, hanem veszélyezteti a munkatársakét, és veszélyezteti a környéken élő magyar emberek élet és vagyonbiztonságát, egészségét, testépségét is az üzem működésének jellegéből adódóan. Úgyhogy itt pont nem egyszerűsíteni kellene, hanem szigorítani kellene. És nem felmentéseket adni ezeknek az üzemeknek, háborús veszélyhelyzetre, meg én nem tudom még mire való hivatkozásra, mert Ukrajna területén zajló orosz-amerikai háborúnak semmi köze ahhoz, hogy a magyar kínai akkumulátorgyárak működését milyen szigorúan ellenőrzik, vagy próbálják ezt elbagatelizálni. Ez túl azon, hogy nem engednek népszavazás keretében véleményt mondani, az egy megint egy külön történet, egészen elképesztő hanyagságot mutat, illetőleg azt látom, hogy próbálják összekeverni, összemosni az egymáshoz nem tartozó fogalmelemeket és tárgyköröket, úgyhogy én nagy tisztelettel arra kérném önöket, hogy ezeket válogassák külön, és amennyiben azt látja a Mi Hazánk Mozgalom, hogy nem próbálnak teljesen értelmetlen módon ismét a multiknak nagyobb arányban kedvezni, akkor megfontoljuk de csak akkor megfontoljuk a javaslat támogatását. Köszönöm szépen!